Guruló állványról helyezik fel a karácsonyi fényeket és a világító gömböket Nyíregyháza főterén. A karácsonyfára a daruról kerülnek fel a díszek, a színpad már a helyén és az árusító pavilonok is állnak. Nyabában készül az adventi forgatag helyszíne, amely tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt. Idén egy 30 méter magas Balaton-elléről érkezett óriás kerék is magasodik a templom szomszédságában, péntektől lehet felszállni rá. Igazi ünnepi díszbe majd november 28-án öltözik a megye székhely szíve, ekkor kapcsolják fel a fényeket és gyújtják meg az első gyertyát a város adventi koszorúján. A koncertekkel egybekötött gyertyagyújtó rendezvények vasárnaponként délután 16:30-tól kezdődnek majd. A Mikulás ugyanebben az évben nem várja a forgatagban sétálókat, de ajándéklapcsánkával kínálják majd őket péntek délutánonként. Ünnepi hangulatból a megye más településein sem lesz hiány. Vásárosnaményban is fent vannak már a villanyoszlopokon a karácsonyi fények. A város adventi koszorúja Tomcsányi kastély előtti parkban kap helyet. A gyertyagyújtás mellett vasárnaponként 17 órától szeretett vendégséggel várják a kilátogatókat, akiknek az adományait idén olyan beteg emberek számára ajánlják fel, akik nehezen tudják magukat ellátni. A településen máshol is lesznek programok a karácsony előtti időszakban. Lesznek ismét koncertek, templomi koncertet is szervezünk, valamint a Művelési Központban is szeretnénk egy koncertet. Meghívott vendégeink lesznek Tabáni István, Szulák Andrea, Alice Csodaországban című darabot is láthatják majd az érdeklődők, valamint kihasználjuk Gergely Ugornyán a Movie Planet adta lehetőséget, ez a családi élménypark is várja majd ebben az időszakban az ide látogatókat. Kisfárdán is nagy hagyománya van a gyertyagyújtásnak, erre november 28-ától vasárnaponként 16 órától kerül sor. Helyszín a gyertyagyújtásnak itt most a főtéren lesz, a Városháza előtt lesz, egy színpaddal, és azon kívül egy nagy gyönyörűen kiáll. Bagolyvárnál lesz egy Mikulás ház forgatag, ott lesz neki néhány faház, és meglátjuk majd megint a vírushoz köthetően, hogy mi az, ami forgatag megengedhető majd karácsony előtt, és annak megfelelően tudunk majd ebben lépni. Kávé, tea, keksz, csoki, szaloncukor Nyíregyházán idén is ajándékcsomaggal kedveskednek a nyugdíjasok számára. Ebben az évben ráadásul bővült a jogosultak köre. A nyíregyházi nyugdíjasok, a nyugdíjjogosultak, ami azt is jelenti, hogyha valaki például 40 éves női kedvezménye nyugdíjban egy 65 éves kora előtt, ő is. Ez ebben az évben 26 ezer nyugdíjast, nyugdíjkorút érint, és a kiosztása most kezdődik majd, december 17-éig kétszeri kísérlet lesz, és reméljük minél többen át tudják venni, de akik mégsem, azok, ahogy az elmúlt években bejöttek ide a Városházára személyesen átvenni. Aláírniuk idén nem kell a csomag átvételét, ellenben a személyi igazolványukat fel kell mutatniuk. A 3000 forint értékű ajándékot idén nem a posta szállítja ki, hanem egy cég munkatársai, akik ilyen piros kabátot és névvel ellátott nyakpántot viselnek majd.